Ősszel van egy nap, amikor a sütemények, pontosabban a holt sütemények körül forog minden a konyhában, amelyeknek az elkészítése, hozzáteszem, nem egyszerű mutatvány. És hogy melyik ez a nap, az a holttól függ minden évben, amit pedig abból lehet megfigyelni, hogy az éjszakák égitestje a legfényesebben világít és a legkerekebben gömbölyödik. Most pedig bepillantunk a kínai őszközépünnep fontos mozzanatába, a már említett holtsüti elkészítésének lépéseibe, azaz a gyúrás, nyújtás, formázás, díszítés, na meg persze a kóstolás élményeibe, amelyeket a magyar családok a recepteken túl magukkal vihettek. Thank you.